Üdvözlök mindenkit, én Szolik, ebben láthatjátok a Clan Folk című játékabból is a demo verziója és egy random gameplay-es kis videó. Hát belenézünk ebbe a csodálatos játék, csodálatos világának a csodálatos mindenségességébe. Legalábbis azért mondom most ezt erről a játékról, mert eddig úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon jó zenéje van. Jó a zene. A főmenünek a zenéje az jó, jó. Ezt el tudnám hallgatni külön is. A jó kis kótos. Na, játékmenetnél ezek vannak bepipálva, videó szempontjából ennyi minden van, világosabb éjszakák. Az éjszaka kevésbé sötét videófelvételekhez hasznos. Ja, akkor igen, akkor szeretném, köszönöm. Na, milyen jó funkciók vannak benne. Hangok így vannak beállítva. Stáblista. Kevin McClure csinálta hozzá az elé. Ja, hát akkor nem csodálom, hogy egyre jó. Hogy ő is közreműködött benne, akkor főleg. És van hozzá magyar felirat. Nem tudom, hogy itt a készítő stáblista között van-e feltüntetve, hogy ki készítette a magyar feliratot, vagy kik készítették a magyar feliratot hozzá. Itt van né. Csorba Zsuzsanna, meg van Dorr. Úgyhogy nektek köszönöm szépen. Jutólag is. Hogy elkészítettétek hozzá a magyar feliratot. Tehát Clan Folk demo játék, ez ingyenesen elérhető a Steamen. Nem tudok ami semmit se a játékról. Úgyhogy most itt belevágunk és megnézzük majd, hogy 20 perc fél óra alatt mennyire tud elvarázsolni engem, illetve titeket a játék. Úgyhogy kommentbe várom mindenképpen az észrevételeiteket, hogy mit gondoltok a játékról. Illetve hogyha kipróbáltatok, akkor meg főleg várom az észrevételeiteket. Na, üdvözöllek Clan Folk demójában. A Clan Folk az 1300-as évek Skóciájában játszódik, amikor a Clan egy kis hűbérbirtokra érkezik, majd sajátjaként kezd művelni. A demó során a birtok első nyarát követheted végig 10 nap. Már a nyár egy nyugodt időszak, bőséges jellemmel és kellemes hőmérsékletű tökéletes idő a terjeszkedéshez. Jó. Oké, még több játék a Minigames-től, igen. És Who Dat Horse, gondolom ők készítették. Ők meg kiadták. Jó. Van Discord, van Steam is, van itt minden, úgyhogy teljesen jó. Na, akkor kezdjük is bele a játékba. Világ jellemzői, elosztható pontok. Tavak, tőzeglápok, hegyek, erdők, rétek, élővilág. Hát, azért, na, legyen egy tó, mert gondolom én azért nem árt, hogyha van vízforrás. Legyen erdő, mert nem árt, hogyha van fa, meg élelemforrás. Legyen élővilág, mert nem árt szerintem, hogyha van élelem. És így ennyi. És akkor világot alkossuk meg így. Terraformálás következik. Nagyon jó. Ja igen, OBS-sel veszem föl. Érdekessége, hogy csak teljes képernyőben látja a játékot. Alapból nem látja a játékot. És csak 30%-ban veszem föl a hangerejét. Én meg 100% vagyok. Ja, ennyi? Itt a seed beállítások, oké. Tehát itt van három kis tavacska. És nem tudom. Jó. Új térkép, nem új térkép. Clan szerkesztés, gondolom én. Home. Őszinte a végsőkig. Furgasson, Ferguson, Forbes. Jó, nem tudom, hogy ezeknek van-e bármi értelme is. McLeod. Kevin McLeod. Szilárdan tarts. McLean. Az erény becsületet ad. Jó, mindegy, maradunk ennél, amit most itt kiadott Home, őszinte végsőkig. Ihászok, árvák, remete, egyéni vissza. Új kezdet. Egy klán megépíti az első otthonát, ajánlott. Oké, túlési esély 50%, jó, uralkodás ára 5. Ismeretlen alja, ismeretlen apa. Jó. Van itt Dond, meg van Johan. Donnak a kézművessége 10. szintű a 14-ből, következő szinthez 132.000 kell. Alkalmasság, tapasztalat 4-szeres. Orvoslás 4/10. Élvezett szorzó 2. Cipekedés. Élvezett szorzó -8, tehát nem szeret cipekedni. Optimista, jókedvű, fáradhatatlan.
Lassabban fárad el. Alvás 2 másodperc. Szórakozás 1 másodperc. Hangulat plusz 1000. Elcsigázod. Gyorsabban fárad el. Alvás mínusz 2 másodperc. Ő nem szeret építeni, főzni viszont szeret, és kézművességben is jó. Oké, van itt Hendrit. Ő is kézműves, cipekedő, javító. Kézműves, cipekedő. Ja, nem szeretnek cipekedni. Chiled. Főzni tud, ruha készíteni tud, vadászni nem tud. Ő vadászni tud, kézművesség is van, de javítani nem tud. És itt van Eupan, újszülött, őnek egyelőre még nincsen semmije. Jó. Ja, itt van klán indítása, oké. Okay. Gondolom itt ezeket meg lehetne venni, ezeket a házi állatokat, jó. Csak nincs annyi pénzem, 20. Pénzünk van. Készlet. Van egy kakas, tyúk. Püstölt hús. Szárított gomba. Ja, és ezekben ennyi van, gondolom én. Oktató üzenetben van pipában. Nagyon jó. Túlés első 50%. Bőven elég az, nem? Na, üdvözlök a Clanfolkban. A klánok tagjai csak gondos felkészülés segítségével tudnak túlélni. Egy gyors oktatás segítségével megnövelheted a túlési esélyeket. Kattints balegér gombbal az értesítésre. Tehát itt erre. Kamera és prioritás. Megtanul, kihagy. Kamera prioritás. Tartsd lenyomva a jobb egér gombot a kamera mozgatásához. Oké. Okay. Kattints a klántag gombjára, hogy kiválaszd. Mondjuk ő. Igen. Mondjuk Dont. Igen. Kattints meg egyszer a klántag gombjára, hogy ráfókuszáld a kamerát. Aha, jó. Befolyás adatod, hogy mit csináljanak a klánod tagjai, ha priorizálod a készségeiket. Klánod tagjai egyes munkákat szeretnek, míg más feladatokat nem kedvelnek, vagy kiemelkedően jók bizonyos munkák végzésében. Kattints a kiválasztott gyűjtögetés készséget. Vagy kiválasztott gyűjtögetés készséget. Igen, mert a gyűjtögetés az 4. szint. Jó. Növeld a gyűjtögetés prioritását a lehető legmagasabbra. A gyűjtögetés minden olyan alapvető tárgy gyűjtögetésre használható, ami nem igényel valamilyen eszközt. Bogyók, kövek és ágak. Tehát elsősorban gyűjtögessen. Ez a klántak a gyűjtögetés feladatokat fogja elvégezni minden más teendő előtt. Változtatnod kell a készség prioritásán a feladatokat, ki kell osztanod és különböző dolgokat kell építened, hogy a klánod tagjainak értékeit magasan tartsd. Néha szükség lehet arra is, hogy túlóráztasd a klánod tagjait, ugyan ez ront a hangulatokon, egyes esetekben mégis túlélésük záloga lehet. A munkamódra, igen, ez a klántag jelenleg túlóra módban van. Kimerültségig fog dolgozni és omlani fog a hangulata egészen addig, amíg munkaidő után dolgozik. A rossz hangulat lassabb munkavégzés és lassabb tanulás eredményez. Kattints újból a munkamód gombra. Klántag jelenleg szabadidő módban van, nem fog dolgozni, de javulni fog a hangulata, vagy akár egy rövidebb szundit is, hogy növelje az alvás értékét. A klántag ismét szokásos munkabeosztás követi. Szinte mindennek van szünettel gombja. Mikor valami szünetel, a klántagok tárgyak és áruk megállnak, vagy nem foglalkoznak velük. Kattints a szünetel gombra. Most, hogy a klánod tagja meg lett állítva, egy új feladatot fog választani, mikor újra munkához lát. Kattints a szünetel gombra. Ez a klántag újra fog dolgozni, a klántagok és a később prioritások és a feladat prioritások alapján választják ki, milyen feladatokat végezzenek. Magas prioritású készségek és feladatok részesítik előnyben a klántag. Jai feladatokat kiválaszthatják először a készség prioritásban, aztán pedig a feladatok prioritása alapján, vagy két prioritás lista együttes figyelembevételével. Kattints a szigorú prioritások kapcsolóra. Most be van kapcsolva. Minden olyan feladatot, ami magasabb prioritású készséghez tartozik, elő fognak elvégezni a klántag. Jó, de ezt már az előbb elmondtam. Kattints újra, hogy lekapcsolhassam. Jó, most akkor ki van kapcsolva. Kattints a menü bezárásához. Hol van a menü bezárása gomb? Tehát minden megmutatott a játék, most csak azt nem mutatta meg, hogy hol van a bezárás gomb. Jó, jobb klik.
Igen, mi van még itt? Helyezzünk kell néhány tárgyat, amit a klán tagjai használhatnak, amikor bizonyos értékeik lecsökkennek. Először is jelünk ki egy ivózónát. Ivózóna, jó. Na. Igen, itt alul van akkor ez a cucc. Ivózóna. Így áll egy tóból. Bél problémákat okozhat szükséges partvonal ivózóna. Víz 1000 másodpercenként. Gyúlékonyság nincs. Hát meg jó, hogy kattints az üres partfelületre a sekély vízben, hogy elhelyezd az ivózónát. Gondolom itt. Jó, az ott az ivózóna. Kattints a mosogató zónára. Mosogató zóna csobban jelent a tóban, hogy megmosakodj szükséges partvonal. Mosogató zóna tisztaság 750 per másodperceként. Hideg megállítja. Gyúlékonyság nincs. Jó, klántok itt tudják nevelni a tisztaság értéket munka, és a mosdó használata csökkenti a tisztaságukat. Jön is partfeletre, hogy hol mosakodjanak. Mosakodjanak a karat. Alvó terület. Egy kényelmes, kényelmetlen hely alváshoz. Alvó terület. Alvás 5 másodpercenként, egészség 3 másodpercenként, tisztaság 5-5 másodpercenként. Gyúlékonyság nincs. Néhány tárgyat elforgathatsz lehelyezés előtt. Az egér görgőt, vagy az R billentyű megnyomással próbál meg elforgatni az alvó területet. Jó. Kattints a hülyes földterületre, hogy elhelyez az alvó zónát, miután elforgattad. Legyen itt az alvó zóna. Rántagjaid most már gondoskodni tudnak a víz tisztaság és alvás értékekről. Következő lépésként gyűjteniük kell egy kis ennivalót. Kattints. Jobb meg égom, hogy bezárd a menüket. Jó. Feladatoktató. Hát jó, megtanul. Feladatokat kell adnod a klán tagjainak, hogy alapvető nyersanyagokat gyűjtsenek. Jelölj ki néhány bogyót, hogy ételt gyűjts. Kattints a feladatok menüre. Kattints a bogyószedés gombra. Adj ki 5 bogyószedés feladatot, megérdés a bogyók, gyorsan rohadnak, úgyhogy ne szedj egyszerre túl sokat. Tartsd lenyomva kijelölt területet a bogyók per U felett. Tartsd lenyomva mozgass a kamerát, illetve hogy közelítsd és távolítsd a kamerát. Mert hogyha szélére viszem, akkor nem. Nem, akkor nem. Jó, hát akkor ezt ki van jelölve. Meg mondjuk ez. Jó, mindegy. Egy ki 5 bogyószedés feladatot. 5-5. Most külön-külön be kell ezeket kapcsolni? Hol van még bogyó? Ott. Jó. Kattints a menü bezárásához. A szóköz billentyű segítség válthat a szünet és a folytatás között. Nyomd meg a szóköz, hogy folytasd és elkezd a bogyókat szedni. Várj, amíg klán a tagjai bogyókat szednek, jobb felső sorokban tudod felgyorsítani az időt. Vagy nyomd meg az 1-2-3 billentyűt, hogy válts a sebességek között. Jó, hát nagyon jó a játék, én szerintem. Ó, és itt vannak a izik. Tyukok! Kiolt az feladatokat, amíg szünetel a játék, hogy ezzel is időt nyelj, nyom meg a szóközt a folytatáshoz. Igen, a bogyók szedése feloldotta az étel raktárat. A raktára segítségével egy helyre tudod gyűjteni a nyersanyagokat, kattints a raktárra. Kattints az étel raktárra. Minden étel ide kerülhet. Jelölj ki egy területet az üres helyen, hogy elhelyez 4 mezőnyi étel raktárat. Remélem, hogy ott jó. Kattints az ételraktár, amit imént lehelyeztél. Igen. Szinte mindennek van prioritás beállítása. Igen. Minden egy készséghez tartozó feladatok közül a magasabb prioritási feladatokat hamarabb végzik el, mint az első prioritási feladatokat. Növeld az ételraktár prioritását 10-re. Tehát ez a legfontosabb most. A klán tagjai így ezt az ételraktárat fogják használni, függetlenül attól, hogy milyen távolságra van a többi ételraktár. Aha! Minden raktárprioritás alapértelmezésre tudod állítani egyetlen kattintással. Aha, oké. Kattints raktárprioritásának a helyzet beállítására. Jó. Tehát 6-os alapból. Kiválaszthatod pontosan melyik tárgyakat és alapanyagokat tárolhatnak egy raktárban. Kattints a bogyóra, hogy megakadályozd, hogy ebben a raktárban való tárolásukat. Amikor újabb ételeket és hozzávalókat fedezel fel, azok meg fognak jelenni a raktár opció fölött. Kattints a bogyóra, hogy engedi ezt, hogy ebben a raktárban tedd a műzéket. Jó. Ételraktár elkészült, a klántok cipekedés készség használatával fogják megtölteni. Nyomd meg a szóközt a folytatáshoz. Jó.
vár meg a bogyókat raktárba cipék, ne feledd, felgyorsíthatod az időt. Nem, én most kíváncsi vagyok, hogy hogyan cipelik. Tehát ez itt egy raktárterület, kész. Tehát ez nem az, hogy egy raktárházat húztak föl, hanem egy raktárterületet van. A raktárakat kibővítetted a beállítások megtartása mellett. Ételraktár, igen. Kattints az ételraktára, és ezután... A balegre gombbal kattintsak az ételraktára, ezután húzd egy kis kijelölő dobozt akár a területből kifelé, hogy kiterjesz 6 mezőnyi területre. Aha. Klánotagja szerszámokra van szüksége, hogy jobb nyersanyagokat tudjanak gyűjteni. Gyűjts köveket, állakat, hogy feloldd a munkaterületet. Na, feladatok. Kövekgyűjtés. Jelölj ki egy kavicsos területet, hogy kiadj 2 kövekgyűjtése feladatot. Hát ott van kő, meg ott van kő. Várj, mi a klánok tagjai gyűjtenek. Na, feloldottam nyersanyag raktárat. Ágak gyűjtése. Jelölj ki területeket fákkal, hogy kiadj 3 ág gyűjtési akármicsodát. Ott egy fa, meg ott egy fa. Mondjuk ott, mondjuk itt egy fa. Már amíg klán tagjai állokat gyűjtenek. Jó. Kövek és állok gyűjtése, feloldottad a munkaterületet. A munkaterület különböző nyersanyagok segítségével szerszámokat és különböző tárgyakat tudsz előállítani. Jó. Munkaterület. Egyszerű szerszámok készítésére alkalmas terület. További dolgokat nyit meg. Ez a munkaterület küres területre. Menjük le oda. Mondjuk. Nézzek, hogy viszi a üzét a követ. Belévül a munkaterületet megépítik. Ez a pici Michael srác építget itt a dolgokat. Oké, feladott kősorló. Kattints a munkaterületre ismét. Közben álljunk már meg. Kősarlót a fűfélék és nád betakarításához tudod használni. Kattints a kősarlóra, igen. Fű és nád takarításához további dolgokat nyit meg, igen. Munkasebesség 60%, készlet 0, gyúlékonyság alacsony. Termelési sorhoz ad. Gyűjts köveket és készítess kősarlót. Jelölj ki kavicsos területet. Jó. Jó, várják, amíg klánom tagjai összeszedik a követet. Kattints a munkaterületre, amit az imént építettél. Aha, mindjárt elkészül. Készlet 0. Kősorlót a fűfélék és nád betakarításra tudod használni. Kattints a kősorló készítéséhez. Automatikus leállítás. Ezzel a gombbal láthatod a táj készítésének folyamatát. Ha rákattintasz, akkor eltávolítod a termési sorból. Ja, ne tégy így! De várj, amíg a klánok tagjai összeszedik szükséges nyersanyagokat és elkészítik a sarlót. Ne feled, felgyorsíthatod az időt. Ja, hogy jöttet, ne kattintsak rá, amikor betellik. Jó, hát... Nem volt arról szó. Jó. Feloldott fűvágás. Aha. Feloldott hanga. Feloldott bogáncs. Fűvágása. Az nem az. Egy másik módszer a feladatok kijelölésére, hogy kattintasz a világban, a kősarló. Kattintasz a világban. A kősarló feloldotta a fűvágás feladatot. Próbálj meg rákattintani a nádasra a partvonalon. Aha!
A NAT kiváló szalmaforrás jelöl ki egy területet, hogy újabb fűvágás feladatot adj. Ezeket itt vagogasd így kifelé. És akkor várják, amíg levagdolják. Jó, levágják a nádat, szalma lesz belőle. Szerintem nagyon jó ez a kis játék. Jó a grafikája is, jó a zene, jó a hangulata. Jó kis stratégiai játék. Igen, a levágott szalma feloldotta a szalma falat, szalma tetőt és további szerszámokat. Az új nyersanyagok gyűjtése és új tárgyak építése még több lehetőséget old fel. Oktatót, elnyomjuk. Azért szeretném igen tudni a dolgokat, tehát azért oktatok én itt. Az értesítéseket is eltüntheted a jobb egérgom segítségével, nincs szükséged segítségre. Készülj fel a télre. A klán tagjainak ételre, melegre és menedékre lesz szükségük. Oktatás befejezése. Jó. Több ágyra van szükség. Több vízre van szükség. Ötletek. Több mosakodó zónára van szükség. Az úgy jó. Na, akkor feladatuk. Ágak gyűjtése. Hát, kérlek szépen. Na, egyszer. Először is. Raktár, kételraktár, nyersanyagraktár. Szerintem kell egy nyersanyagraktár is. Az legyen ott. Akkor ötletek nem kell, feladatlista. Betakarítás, cipekedések, oké, azok vannak. Épületek, tetők, falak, padlók. Ilyen alvó zónát én nem tudok csinálni? Hogy ez hol volt? Látod, már elfelejtettem, hogy hogyan kell alvó zónát csinálni. Nem. Nem. Jó, hát akkor kiadjuk a feladatokat. Mi az, amit te szeretsz? Mi az, ami neked ugye előnyöd? Gyermekmunka, szabadidő, jó szórakozás, kölyök, jól lakott, derűs. Most hogy tudom megnézni azt, hogy kinek mi a kedvenc foglalatossága? Bár igazából lehet, hogy itt az most annyira nem lényeges. Több ágyra van szükség. Na igen, ágyat hogy csinálok? Alvó terület. És ezt hogy nyitotta meg? Itt nyitotta meg, jó. Az alvó terület. Mi van még? Több vízre van szükség. Ivózóna. Ott van. Mi kell még? Több mosakodó zóna kell. Hát több... Baszki. Legyen ott az. Oké. Feladatok. Kövek begyűjtése. Talán ott azokat a köveket eltüntetik. Ott is van kő, ott is van kő. Egyelőre. Kő van, ágak kellenének. Keresem, hogy hol van a fa. Ugye azon meg van valami gyümölcs, azért nem akarom leszedni. Jó. Bogyószedés. Még azt a bogyót azt szedjük le. Nem tudom amúgy mennyi ételünk van, tehát hogy ez így elegendő-e. Az egész mindenségre. Növekedési sebesség nézet, nedvesség, termékenység, hőmérséklet nézet. Jó, meleg van. Környezet nézet. Jó. Útvonal nézet. Szerintem tök aranyos ez a játék, teljesen jó. Én ezt el tudnám képzelni, hogy ezzel az ember így hosszadalmasabban is játszon.
munka van. Ugye? Nappali munka van, élelem elegendő ennyi napra. Ez nem sok. Hát akkor... Vagy ne termeljek túl sokat? Vagy ne szedjek le túl sok bogyót? Ó, mindegy. De ugye nem tudom mennyi nyersanyag kell, meg ilyesmik. Na várjál. Hősarló. Legyen sok kősarlónk, hogy itt a nádasokat le tudjam... Füveket le lehessen vágni. Ugye, mert akkor tudok építeni házat, gondolom én. Épületeket. Tetők, falak, padlók. Padló építése. Mondjuk azt nem írja, hogy mennyi nyersanyag kell hozzá. Hogy kaszálnak. Feladottad nád. És hol oldottam azt föl? Növények. Nád. Vissza lehet ültetni? Az jó. Tehát nem csak az, hogy le kéne kaszálni, igen, tehát azért nem árt, hogyha vissza is ülteti az ember, gondolom én. És akkor igen, munkaidő, 4, tavasz, nyár, növekedési idény, igen, környezet. Hát a beltérbe mínuszot, a kültérbe pluszot, sebesség bónusz, mínusz 33%, gyúlékonyság alacsony, jó. Hozzatevő sorrend, igen, betakarítás, oké. Okay. De még építeni szeretnék valami padlót. Na, most tudok padlót építeni? Vagy nem? Falak? Tetők? Jó, hát akkor kijelöltem, hogy padló. Padlóépítés. Mondjuk, hogy hova építik a padlót, azt így nem tudom. De most tudom, hogy hova bóklászolnak el. Amúgy ez itt micsoda? Ez kő szerintem, ez itt egy hegy. Szikla. Tárgyak. Látok, hogy szükségek, ipar, mezőgazdaság, cséplő. Hát akkor csépeljünk valamit. Gondolom cséplőgép kell ahhoz, hogy a nádat belessen. Át lehessen alakítani, gondolom én, vagy nem tudom, nem értek amúgy annyira hozzá. Aha, nagyon jó. Ezzel feladottunk valamit, cséplő oktató. Azt még tanuljuk meg. Jó, feladatok. Fűvágása. Két füves területet. Igen. Várj, míg a klántok betakarítják a füvet. Jó. Fűmag. Cséplőgép, igen. Fűmag. A fű termesztésére vagy haszon állatok takarmányozására. Szalma. Aras nádat a partvonalon vagy dolgoz fel füvet a cséplőben. Egy adag füvet most a csépléshez magukra és szalmára választanak szét, de néha egy adott nyersanyagból állandó ellátásra lehet szükséged. Lenszár. Lenvászon készítésre használható, vagy szalma lehet belőle. Legyen mindegyikből. A szalma igen gyakori nyersanyag, a kézműves iparban kattints az autó ellátás gombra. Melyik az autó ellátás gomb? Ja, hogy ott, itt ez. Automatikus ellátás ki. Nem így tudom én, legyen 10. És itt meg álltson be 100-ra. Jó. Még
Igen, prioritás. A prioritás fokozott feladatokat minden más feladat előtt megpróbálják ellátni. A klán tagjai függetlenül készségi prioritás, kattints prioritás gombra. Igen. A prioritás fokozás kiváló eszköz arra, hogy kezeld a vészhelyzetet anélkül, hogy újra kellene kikalibrálnod a klántól készségének prioritását. Kattints prioritás fokozás kikapcsolásához, jó. Plusz ugrás a tervrajzhoz. Cséplőgépnél való munkaellátásra szükséges készség mezőgazdaság, földművesek, füveket cipelnek a cséplőgéphez, igen. Szükséges készség mezőgazdaság, munkasebessége 100%. Cséplő biztosítja az építkezéshez, igen, a szalma gyúlékony, egyes állatok megeszik a magukat, kattints a menübe zárásához. Nagyon jó. Feloldott angolna fogó. Jó, srácok, lányok, hölgyek, urak. Én szerintem most ez így bőven elegendő volt, mert eléggé magával ragadott engem a játék. Úgyhogy ha kilépek a főmenüből, akkor remélem a főmenübe dob ki. Nagyon jó, főmenőbe dobott ki. Na, úgyhogy srácok, lányok, mondjátok el a véleményeteket, hogy írjatok le véleményeteket kommentbe, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Az én véleményem szerintem nagyon aranyos játék, nagyon tetszik. Jó a hangulata, jó a zene, jó a kinézete, jó minden is. Úgyhogy én szerintem ezzel fogok még játszogatni ezzel a demóval, aztán majd meglátjuk, hogy mi merre, hány méterre, és komment, bírjátok le, hogy mi a véleményetek róla. És nagyjából ennyi. Ha srácok, lányok, hölgyek, örök, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolyi voltam, legyetek jók, gyertosok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. Ha kipróbáltatok a Clan Folkot, akkor mondjátok el, hogy milyen a játék szerintetek, és hogy legyen-e belőle esetleg még valami. Én is még gondolkodok rajta. De eddig nagyon úgy néz ki, hogy ez egy jó alapanyag ez a játék. Legalábbis a demo verziója. Aztán, hogy a későbbiekben mennyire lesz jó, azt nem tudom. Na, sziasztok akkor. Legyetek jók, én Szolyi voltam.